Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Itt a képen láthatóak a hegyi ásványok. Ennek is van egy jelentősége. Bizonyos dolgokat tisztít. Ezek meditációnál lehetnek negatív gondolatok is, tehát ez az ásvány segít abban, hogy elbúcsúzz a negatív gondolatoktól, mint például, ó, ez úgysem sikerül, és ápold a pozitív gondolatokat. Tehát ennek a fél drágakőnek van egy tisztító hatása. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Keverem, kavarom, és megnézzük a képeket. Itt látható ez a szerelmes nő. Ez rád utal, ha te egy hölgy vagy. A férfiaknál természetesen utal a szerelemre és a társnőre. Ez a kártyaid felül megjelenik a gondolataidban, és szeretnél vele találkozni. De légy óvatos, mert a háttérben megjelenik egy harmadik személy, aki figyeli az eseményeket, és féltékeny. Itt a képen ugyan egy férfi látható, de mivel a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, ez lehet egy nő is. Te is megjelensz az ő gondolataiban. Itt látható egy tolvaj. Az jelentheti azt, hogy valaki ellopott tőle valamit. És ez a férfi nem csak rád gondol, hanem arra is, hogy ki mit lopott el tőle. Ez lehet pénz, ez lehet az ideje, ez lehet az energiája is. Ez a tolvaj el tudja ezt a féltékeny szemét távolítani, és akkor így tisztázódik valami, amire a hegyi kristály utal. Itt hamarosan lesz örvendezés, itt hamarosan lesz találkozás. A képek azt is jelenthetik, hogy ő visszahúzódó, töpreng valami felett. Ti megbeszéltétek ezt a találkozást, ő úgy érzi, hogy valaki figyel benneteket, lemondja ezt, hiszen a tolvaj eltávolíthatja ezt a találkozást is. De a későbbiek folyamán lesz itt az örvendezés, mert ő is akar látni téged. De mielőtt ez megtörténik, ez az örvendezés, itt lesz előtte még egy szerencsétlenség, hiszen összeomlik valami. Az is lehet, hogy ő fél attól, hogy ez a személy figyel benneteket, és emiatt lesz ez a szerencsétlenség, és ez az oka annak, hogy lemondja ezt a találkozást, hiszen a tolvaj eltávolítja ezt a képet, és várakozó, és későbbiekben meg lesz itt ez az örvendezés. Persze az is lehet, hogy itt bűnözőről van szó, valaki betört hozzá, ellopott tőle valamit, ez itt ez a nagy szerencsétlenség, és ezen töpreng, elhalaszt valamit emiatt. Itt látható a kapcsolat kettőtök között, a szerelmes nő, a szerelmes férfi, itt eltöpreng ezen is, tehát ő tudatában van ezzel. Az is lehet, hogy te még egy párkapcsolatban vagy,
emiatt van ez a szerencsétlenség, és vár arra, hogy ez a tolvaj eltávolítsa a féltékenységet, ezt a harmadik szemét, eltávolítsa a párodat. Vagy ő van még egy pár kapcsolatban, és ha itt a szerencsétlenség megjelenik, akkor ez lehet vita, veszekedés, féltékenység, és ezt szeretné ő eltávolítani. Itt lesz hamarosan egy ajándék, megjelenik a találkozás, az örvendezés, itt megvan köztetek a szerelem, ez a kapcsolat, és te olyan vagy számára, mint egy ajándék. Itt látható a hűség, tehát ő hűséges hozzád, és azt is jelentheti ez a kártya, hogy szeretne veled együtt maradni, és szeretné azt, hogyha itt meg lenne a vonzalom, a találkozás, egy új kezdet kettőtök között, olyan vagy számára, mint egy ajándék, és hűséges hozzád. De azért a háttérben itt van a tolvaj, a szerencsétlenség, a féltékenység is, és lehet, hogy attól fél, ha ő kimondja a szakítást, akkor ez a hölgy valamit ellop tőle, kihasználja őt anyagilag. Erre is utalhatnak a kártyák. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!